hogy csapata megúszza a kiállítást, lehozza sárgalapos játékosát a mester, ez lehet a döntésének háttere. Pillanatokon belül kezdődik a második 45 perc, meglátjuk, mit tanultak a szünetben az edzőktől a csapatok. Megy a labda a vakvilágba. Próbálják elvenni tőle. Jókor érkezik a védő, megakasztja a támadást a labdaszerzéssel. Les, a játékvezető intett. Kádár. A kifutást követően Udi a labda. Igen, ügyes megoldás volt a kapustól. Megszabadult az őrzőjétől, és rálövi. Nem kétséges, hogy melyik csapat szeretne elmozdulni döntetlenről. Vancák. Fantasztikus védés, kedves nézőink! Hihetetlen ütemérzékkel mozdult ki a kapujából, és akadályozta meg az ellenfelet a gólszerzésben. Hatalmas védéssel akadályozta meg, hogy az ellenfél vezetést szerezzen. A mérkőzés továbbra is kétesélyes. Tovább a szélen. Jön egy bedobás. Johansen. Azonnal fújt a játékvezető, de lesz-e még valami a szabadrúgáson kívül? Előcsalja a sárgát a bíró zsebéből. Jól látszik a visszajátszáson, egyértelmű a szabálytalanság. Jól döntött a játékvezető, mint látjuk, rosszul időzítette a védő a szerelést, és az ellenfelet találta el. Fél úton gazdát cserél Alaszti. Rá akarja lőni onnét? Azt is megteheti. Most beindulnak. Micsoda zicser! Ezért csak dicsérni lehet. A védelem... Helyzet! Gól! Megszerezték a vezetést! Csodálatos gól volt, lehet, hogy a kapus arra számított, hogy a felső sarkot célozza majd meg. Igen, és hát nem is tudott leírni oda az alsó sarokon, azt hiszem jó választás volt, hogy laposan lőtte. Fantasztikus, ahogy ezzel a labda átvétellel megteremtette magának a lövőhelyzetet, aztán bezúdította a sarokba. Magyar vezetés. Szabadrúgás, nem is lehet vitás. A magyar szikla, juhász.
Ez bizony gólhelyzet. Elképesztő kapufa. Labdaszerzés a középpályán. Johansen. Áttör a védőkön. Hú, ez helyzet lehet. Nincs csak egy gól. Nagyon belelendültek. Pif-paf. Két gól, gyorsan, egymást követően. Lássuk újra a gólt. Jobb félni, mint megijedni, gondolhatta az edző. Sárgalapos játékos jött le a pályáról. King. Némi csetepaté ott a labda körül. Nicsak, ez helyzet. Az ilyen megmozdulások után ennek a hátvédnek lehet, hogy a többiek szobrot állítanak majd. Ebből nagy szansz lehet. Üresen van. Micsoda lehetőség. Ott zizzen. Evés közben jön meg az étvágy. Most már csak egy gól a hátrányuk. Nem tudom, hogy korábban mit csináltak, de most nagyon jól játszanak. A labda már Dzsudzsáki. Támogatják a támadót. Ebből gól születhet. Gyors, pontos támadás volt egészen a végéig, a legvégéig. Valóban a gólpassz menetrendszerűen jött, csak a befejezés hagyott maga után kívánni valót. Minden edző kétségbe esett fegyvere, hátrányban a csere. Most ez következik. Szépen szerez labdát, jó érzékkel helyezkedett. Annak adja tovább, akitől kapta. Szép passzjáték. Megkapta, de visszaadja. Ez be is mehetne. Nem találta el a kaput. Lassan helyzetben. Gól helyzet. Ez a védés megvolt, de újra munkában lehet majd a kapus. Juhász. No, mi lesz ebből? Ráteszi! A védelem szépen blokkolt. Kint van a labda, erről a játékosról kattant ki. Szöglet következhet.
magában lepörgette már a támadást. Szilárd védekezés, tiszta szerelés. Ilyen parádésan szabadított föl, egyszerűen nagyszerű. Klasszis mozdulattal védte a lövést. Itt bizony a védés miatt érdemes megnézni a visszajátszást. Gólszagú beadás! Szépen érkezik a labda, de a védő eszén nem tudott túljárni. Szalai. Jön a labda befelé. Remek összehangolt védőmunka, ebből már nem lesz gól. Kivépte, de nem fogta meg. Kirúgás, a kapus végzi a dolgát. A mester új taktikával próbálkozik, ezzel a cserével talán felfrissül az együttes, és képes lesz egyenlíteni. Nagyszerű labdaszerzés az ellenfél kapuja előtt, ebből bármi lehet. Nyilvánvaló, ez szöglet lesz. A legjobb ütemben szerelt, és ezzel megakasztotta a támadást. Szalai. Egyszerűen lefülel passz ebben a kritikus helyzetben. A védőnél a labda, enyhülhet a nyomás a kapun. Ez helyzet lehet. Hát ha ez lövés volt, akkor inkább nem folytatom. Tipikus, hogy egy vesztésre álló csapat megpróbálja a hátrányt ledolgozni, azáltal, hogy becserél egy támadót. Tényleg nem maradt más lehetőség, én is úgy látom, főleg, hogy már a második félidő derekán járunk. A saját hangomat is alig hallom, Ricsi, a tömeg tudja, milyen fontos lehet ez a helyzet. Tessék, én se hallak. Johansen. Egyértelmű, a bíró előnyszabályt alkalmaz. Kulcsfontosságú passz lehet. És ez 11-es, sorsdöntő lehet. Egy 11-es ide, egy zuhanyzás oda. Igen, mert ezzel bizony a piros lap is járt. Hát most nem boldog a védő érthető módon. Így kell ugni a 11-es. Ügyesen oldotta meg. Büntetett, simán értékesített 11-es volt. Bizony nem tétovázott. Így kell ezt csinálni. Káprázatos futball, most ők egyenlítenek. Az állás megint döntetlen. Mi lesz itt még, te jó ég? Varga. Szalai. És a labda már egészen máshol jár. Ennyit erről a támadásról.
Na vajon kié lesz a labda? Folytatódik tovább a támadás? Érdemes megnézni újra, milyen hideg fejjel lőtte be. Nézd csak, Pisti, kötélből vannak az idegei. És aztán szép védés, ráadásul nála maradt a labda. Áttör a védőkön. Szinte zicser. Ráteszi. Kipattan a kapufáról. Mint minden mérkőzés, ez is döntetlenről indult, de ez döntetlennel is fejeződött be.